Bűnösnek ítélte a szekszárdi járásbíróság azt a férfit, aki Tolnamözsön elsodort egy idős embert. Az eset még 2018. decemberében történt, amikor a vádlott az általa vezetett autó elejére szerelt cseprőgép szélével sodorta el az úttest szélén rollátor segítségével haladó idős embert, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban elhunyt. A bíróság a vádlottat egy év fogházfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette, valamint 2 év időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az ítélet szerint a férfi szürkületben 15 km/órás sebességgel közlekedett a nedves úton, ez azonban sem a munkagép, sem az időjárási viszonyoknak nem felelt meg. Így későn vette észre a menetirány szerinti jobb oldalon sötét ruhában közlekedő gyalogos. A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, valamint kifogástalan közlekedési előéletét, ugyanakkor szintén enyhítő körülményként vette figyelembe a sértetti közrehatást. Miszerint az időskorú ember rossz látási viszonyok között, sötét ruhában, az úttest szélén haladt járókerettel, annak ellenére, hogy járda is volt.